Hello mindenki! Melyik világítást tetszik nektek legjobban, melyik az érdekesebb? Ez, vagy esetleg ez, vagy esetleg ez. Ha az utóbbi, akkor tarts velem, hiszen erről fog szólni a következő videó. Ha videóznál, vlogolnál és mondjuk ehhez hasonló beszélő fej videókat csinálnál, nagyon gyorsan ki fog derülni számodra is, hogy nem elég csak egy jó kamerát venned hozzá, nem ártanak a jó fények sem, sőt, legalább olyan fontosak. Mivel jó fényekre a természettől nem minden pillanatban számíthatsz, videót meg akkor is kéne lőni, ha épp nem ideálisak ezek a fények, már az első próbálkozásnál kiderül, hogy a szobába beszűrődő fények nem mindig szépek. Hát még érdekesek. A következő lépés valami lámpa beszerzése lesz, amitől mindig ugyanazt várhatjuk, de jobb, ha több van belőle, hisz úgy több irányból is világíthatsz, ami általában érdekesebb, de én sok esetben a több lámpás szettől is csak azt látom, hogy adjunk az arcnak jobbról, balról, nehogy valami árnyék legyen rajta. Lássák jól a nézők, azt jó van. Ez a lapos világítás minden csak nem érdekes. És tudod, mitől lesz az? például attól, amit olyan sokan ki akarnak írtani az álló és mozgó képeken is. Az árnyéktól. Pontosabban az árnyék és a fény váltakozásától. Tök egyszerű a képlet. Legyen egy erősebb főfényed. Ezzel ne szemből két oldalról világist pofán magad, hanem tedd ki az egyik oldalra, mondjuk 45 fokban, vagy akár teljesen oldalról megvilágítva az arcod. A fénye legyen olyan erős, amivel még szépen kivehetők az arc részletei. Arcod egyik felét így ez a fő fény, a másikat az így keletkezett árnyék rajzolja ki. Térbelibb lesz, plasztikusabb, érdekesebb. Ha túl keménynek találod a fényt, lágyítsd ernyővel, softbox Ha nincs ilyened, ülj a fehér falhoz közel és fordítsd a lámpát a fal felé. Az onnan visszavert fény lágyabb lesz. A másik oldal árnyékainak lágyítására is használhatod a falat. Ilyenkor az ne a lámpa felőli oldalon legyen, hanem az ellentétesen. Így szépen deríti a másik oldalról jövő főfényt. Erre persze használhatsz derítőlapot is, ha pedig van egy másik lámpád, akkor jóval gyengébb fényjel világíts vele a másik oldalról, kicsit megtörve az erős árnyékokat, de nem eltüntetve őket érdekesebbé teheted a világítást, ha a második lámpával jobban leválasztod az arcot a hátteréről. Ehhez tedd a lámpát a fej mögé, például a főfényel ellentétes oldalra. Szép élfényt, hajfényt kapsz. Ha igazán érdekes világítást szeretnél, ne feledkezz meg a háttér kivilágításáról sem, akár valami elszínezéssel nem feltétlenül kellenek hozzá drága lámpák. Olcsóbb, kis teljesítményű otthoni lámpák, például olvasólámpa, állólámpa, ledfénycsövek, vagy akár karácsonyi izzósor is megteszi. Még érdekesebb, ha ezeket a háttérben lévő effektfényeket elszínezed valahogy. Néhányukon állítható a színhőmérséklet, de egy színes iratgyűjtő fóliával is kísérletezhetsz, vagy viszonylag elérhető áron vehetsz kimondottan világításhoz szánt színszűrő fóliákat. Példánkban ugyanazzal a kamerával és beállításokkal így néz ki szereplőnk a szoba természet adta fényeivel, így, ha egyszerűen és unalmasan arcon világítjuk, és így, ha bekapcsolunk egy erősebb jobbról jövő főfényt, a másik oldalról egy gyengébb derítést, kisé hátulról egy kékre színezett élfényt, és a háttérben egy, két, kövegyszerű házi fényforrást eltérő színhőmérséklettel. Azért van különbség. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a figyelmét, remélem, hogy tetszett nektek a videó. Ha így van, akkor ne felejtsetek el egy lájkot nyomni, illetve feliratkozni a csatornámra, hogyha ezt esetleg még nem tettétek meg idáig. És nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik a Patreonon támogatják a csatornát, és akiknek a neve most éppen itt olvasható. Szép fényeket nektek. Sziasztok.